Sziasztok! Ezen videómban a kunhomoki horgásztó kis fadizi tavát mutatom be, ahol egy bottal, úszós készséggel horgáztam. Eredmény közel 30 kg hal, benne szép számmal azért pontyok is voltak. A tó jellegzetessége az aranykárász. Látni, ez egy eléggé vadregényes kis víz felület. Én ott azt a pontot fogom játszani, illetve valószínűleg még itt ezt a részét. És hát ugye 10 órától 12 órán keresztül fogom ezt a vizet itt vallatni. A szágba gyűjtögetem a halakat, és hát a végeredményt azt majd mutatom. Kivétel, hogyha esetleg kicsit többet vagy nagyobbat fogok. Ebbe a tóba az átlag nagyság ilyen másfél kilós környékén, de fél kilós dévérkeszegek, fél kilós
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyunk a Kunhomoki horgásztónak a vadvízi, aranyos vadvízi tavának a partjánál. És mint bejeleztem, 10 órától fogok én itt horgászgatni. Egy 12 órát, megnézzük, hogy mit lehet fogni. Ugye a szabályzat szerint egy bottal lehet horgászni, én kettővel fogok. De hogyha valaki kettővel szeretne, akkor ugye úgy veszi a jegyet, hogy kettővel horgászon. Amit itt lehet látni, ez egy eléggé vadregényes kis vízfelület. Én ott azt a pontot fogom játszani, illetve valószínűleg még itt ezt a részét. És hát ugye 10 órától 12 órán keresztül fogom ezt a vizet itt vallatni. A szágba gyűjtögetem a halakat. És hát a végeredményt azt majd mutatom. Kivétel, hogyha esetleg kicsit többet vagy nagyobbat fogok. Ebbe a tóba az átlag nagyság ilyen másfél kilós környékén, de fél kilós dévérkeszegek, fél kilós